Csomó mi emberek tele vagyunk ilyen lila foltokkal, csak a psziché oldaláról. Láthatatlan. Igen, és azt, hogyha ezt megnyomjuk, akkor egy szélsőséges reakciót hozunk. Megyek haza, fogadjunk, hogy zöld a tévé. És zöld volt, és fogadjunk. És na, hogy zöld, mert 20 éve zöld. Ne hergeld magad túl. Pszichológus, old meg, ugye? Ha nem akarsz válóperre költeni, akkor költs szupervízióra. Hát a pszichológia egy elfogadó tudomány, és engem elfogadnak. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégemért munkahelyére, az ELTE Pszichológiai Intézetébe jöttem. Itt tanít adjunktusként, szakterülete a szexuálpszichológia. Dr. Hevesi Krisztinát viszem el ma, keressük meg! Beléphetünk hozzá a szentélybe egy pillanat? Ez az édesztalom, ott pedig egy Indiából jött lány tanít, úgyhogy nagyon jóban vagyunk, ez a kettőnk birodalma. Aha. Sok minden még itt maradt abban együtt, itt a volt kollégáktól, de hát őrizzük a hagyományokat. És mióta vagy itt az intézetben? Hány éve most már? Hát én azt meg nem tudom mondani. Szerintem az most már évtizedes. Nem, annyi nincs. Szerintem egy olyan 13-13. Mondom, évtized, plusz igen, picit. Igen, de én majd körbe raktam a teljes negyedikem mellette. Hát mindenhol voltunk már. Jól van, hát ez olyan, mint egy egyetemi oktatószobája általában, vagy a felső oktatásban. Jól van, akkor egy kicsit elviszünk magunkkal, mert jól van. Jól van. Pakolj, vagy nem tudom, kell-e pakolni? Annyira sok mindent. Nem. Mindig gondosan megválogatod az aznapi színeket? Az aznapi... Egyébként nem olyan gondos, tehát eléggé intuitív öltözködő vagyok. Én hiszek abban, hogy a színek befolyásolják a hangulatunkat, tehát amivel felébredek, akkor a szerint választok. Nagyon ritka, hogy olyan rendes és szorgalmas lennék, hogy már előre kikészítem. Tehát én a kapkodás pszichológiája vagyok. Igen. Ami persze nem egy dicséretes dolog, de így van. Nem, de a tudományos munkában viszont azt mondják róla, hogy kifejezetten ez a nagy aprólékos, alapos, bele kollégáidat, akit kérdeztünk, szóval, hogy lehet, hogy az öltözködésben ez a kicsit bohémabb. De egyébként velem dolgozik egy volt tanítványod. Igen. Milanovic Domi. Hát persze, aki hozzád írta a szakdolgozatát. És egészségpszichológiában. Így van, és ő is, azt hagyján, de még pedagógiából is, és azóta legenda az ő dolgozata egyrészt, hogy életünkben nem látunk olyan vastagot. Tehát, hogy ez kettő... Igen, nagyon grafomán. Volt. Igen, egyrészt az, hogy abban tényleg igaz, hogy embert lehetett ölni olyan vastag. A másik pedig, amit én még ritkán láttam, a volt tanszékvezetőnk, az konkrétan felállt és gratulált. Tehát a hallgatónak, és megköszönte, hogy olvasotta a munkáját. Tehát, hogy azért az is ritkaság, hogy egy hallgatónak ilyen, tehát, hogy így tudjon írni tényleg, úgyhogy nagyon szeretem a Domit. És sportszakpszichológus is. Igen, igen, tudom, és szokott is ilyen témában írni nálunk, de ami miatt őt most ide behozom, az, hogy ő mesélte, hogy amikor megérkeztél néha előadást tartani, akkor mondtad, hogy pár percet hagyok, hogy megszokjátok a mai szettemet. Szóval, igen, hogy... igen. Na, van, nem akarok, nem akarok sokat az öltözködésedről beszélni, csak azért ez vicces. Nyilván ez pláne akkor volt így érdekes, amikor még nem ismertek. Tehát most már azért óriási lépés előnyben vagyok, és egyébként ezt pedig köszönöm a médiának, hogy egyrészt, hogyha valaki bejelentkezik hozzám rendelésre, akkor tudja, hogy mit kap. Tehát, hogy ugye nekünk van egy ilyen szabály, hogyha valamiért van egyfajta ütközés a klienssel, hogy akkor nem szabad elvállalni. Tehát, hogyha valamilyen nem vagyunk egymásnak szimpatikusak, és hogy nekem etéren azért szerencsém van, hogy így azért általában tudják, hogy mit vettek. Ha, hát igen, mert te egyébként tanultad a kommunikációt, a média szereplés, azt tudom, hogy újságíró igen. szakot végeztél. Így van, végeztél. Szóval ott azért gondolom, de ott nem annyira nyilatkozni tanítanak, ott inkább a másik oldalra.
Hát ez igen, tehát az nyilván előny volt, az biztos. Nekem azért azt gondolom, hogy a legnagyobb mesterem, ha mondhatom így, édesapám, aki a műegyetemnek volt a professzora, úgymond, és őtől nagyon sokat tanultam. Egy nagyon-nagyon kritikus valaki volt, aki például ugye itt az oktatás terén azt mondta, hogy ha valamit a hallgató nem ért, akkor tudd, hogy te magyaráztad rosszul, mert nem voltál figyelemmel arra, hogy milyen az ő éberségi szintjük, tudásuk, hátterük, akár a motiváltságuk, a szókincsük, úgyhogy ő volt nekem így a legnagyobb is. Aha. Ne jegy meg, csak elhajtom a piros lámpán el a stábot, és én szoktam egy ilyen technikai szeretőcsön, és akkor majd összevágjuk. Szóval, ameddig bevárjuk a stábot, addig, ha már apukádat felhoztad, nekem az az érzésem, hogy ő egy ilyen nagyon fajsúlyos, erős egyéniség, nagy hatást gyakorló egyéniség volt a családban, ugye? Amit igen. Olvasni róla, amit igen. Elképzelek, tehát, hogy ő egy ilyen nyomaték. Igen, ő egy nagyon karakteres egyéniség, és volt, bocsánat, és pont ez jutott eszembe, azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, az ember minimum sminkelés közben végig gondolja, hogy vajon milyen kérdések jönnek elő, beindítja ilyen értelemben a kérdések vezérhangyáját, és az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy azért én egy nagyon vegyes mixből lettem összegyúrva, hogy ott van édesanyám, akinek egyetlen férfi az életében, egyetlen férfi volt az életében az apu, és aztán ott van apu, aki tényleg egy ilyen nagyon nagy libidójú személy. A libidó alatt értem a teljes globalitásában, tehát aki beleveti magát a munkába, imádja az életet. Tehát aki... Nagy étvágyú. Minden nem is csak az, hanem inkább az ő életigenlését, életörömét, tehát ahogy még anno itt a 19-20. Század elején meghatározták a libidót, hogy például amikor már így a szobához kötött volt, akkor is így ült és nézte, és mondta anyunak, hogy nézd, nyuszikám, hogy milyen csodálatos ez a szobor. Tehát ez a fajta a jót meglátni, a szépet meglátni, és persze közben imádott enni, imádott mindent. Ő azért nem mondhatom el róla, hogy neki is az egyetlen ő az életében anyu volt, és itt ezt így lekerekítem ezt a mondatot. Ő egy ilyen nagyon, tehát élethabzsoló, de egy jó humorú, imádnivaló, tehát nagyon szerettem, de rengeteg ütközésünk volt, ez is tény. Mert hogy te sem vagy egy, hogy mondjam, te is egy egyéniség vagy, nem? Tehát, hogy gondolom már gyerekként, és ezzel születik az ember, nem a temperamentummal, azzal, hogy mennyire van jelen egy térben. Ez így van. Avval együtt az nekem lehet, hogy így furcsa a mai énemet nézve, hogy én ugye egyke voltam, és ezért ilyen nagyon ez a túlvédett, nagyon burokban, csak az utolsó percben magánovodába járatott gyerek, és ezért eléggé szociálisan gátolt voltam. Úgyhogy, igen. Majd szemmel nézve, mert tényleg... Igen, éreztem, érdekes. Hogy... Tehát hiába volt, és itt igaz az, hogy a temperamentum, az öröklés és a környezetnek a kettőssége, hát ez egy kicsit később bontakozott, vagy virágzott ki, úgymond. De volt mire építeni akkor, csak ki kellett belőle csalogatni, de az nem csak, hogy... Az azért az egykeség azért az egy nehezen alakuló történet, nem? Mert hogy te lehettél volna egy népes sok testvér... Igen. Családnak a valamelyik gyermeke is. De így van. Ugye neked itt gyerekként úgy képzelem, ebből annyit mondasz, amennyi jól esik. Persze. Nem akarom a meg nem születettesókat, vagy az esetlegesen igen. Elvesztettesókat itt túlságosan kapargatni, csak amíg, de olyan szempontból ennek van jelentősége, hogy valakire gyerekként, akár már újszülöttként is mekkora teher rakódik, hogy ő képviseli az összes többi gyereket is, aki nincs ott. Igen, ezt nagyon, nagyon szépen fogalmaztad meg. Érdekes, pont tegnap volt egy kliensem, aki azt mondta, hogy neki az a legnagyobb teher az életében egykeként, hogy rögtön megkapjuk azt az elkényeztetett egyke jelzőt. És talán nekem ez a része, valahol nyilván ugye nekem tehát több meg nem született testvérem lett, vagy megszületett, és eléggé hamar elvesztett, és nyilván ennek a terhe is. Úgyhogy ennek a
valahol a túlféltettsége is, ami persze rám irányult, de hát Tomi az meg ezen szokott nevetni, hogy nagy megváltás a világban, hogy csak egy van belőlem. Mármint Hevesi Tamás, persze, Tomi, aki a férjed. Igen, igen. Aki már szintén, ti elég korán találkoztatok, nem ilyen érettségi igen. után? Nem 19 sokan. Éves voltam, amikor a Tomival találkoztam, így van. Az imádom a humorát, illetve, hogy annyira jól tud rátekinteni dolgokra egy teljesen más perspektívából. Tehát míg én mondjuk a saját kis belülpörgős világomba teszem azt mondjuk túlelemzek dolgokat, és ő meg olyan természetességgel tud rácsodálkozni egy teljesen más és teljesen originális, újszerű szempontból. Meg tud lepni még? Hány éve vagytok együtt? Hú, ezt már hagyjuk, omozva is sok. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy de régebből, sokkal régebb óta, mint amennyire, mert beszéltünk fönn az irodádban, hogy mióta vagy ott. Szóval, hogy meg tud lepni, mivel tud meglepni? Legutóbb mivel lepett meg, és most nem arra gondolok, hogy meglepetés bulit szervezett, igen. hanem viselkedésben, működésben. Nagyon sok apró kedvesség van benne, úgyhogy talán ezek, és most nem akarok ilyen közhelyeket mondani, ami tényleg ez az apró figyelmességek, ez az egyik, de én most nem is annyira erre gondoltam, hanem egy olyan mondat, ami hirtelen az aktuális problémámat teljesen átkeretezi, és erre hadd tegyem hozzá, hogy hát pszichológusként pláne tudom. Úgyhogy aztán párokkal és szexualitással foglalkozom így meg pláne, hogy milyen nehéz egy hosszú távú érdeklődés tartani a másik iránt, és nekünk azt gondolom, hogy nagyon a beszélgetések. Az, hogy tényleg igaz az, hogy hazamegyek, és várom azt, hogy beszélgessünk. Azt, hogy ő nekem a villámhárítom. Én egy nagyon pufogós valaki vagyok. Igen, hazamész, és mondod? Igen, nem csak megmondom neki, hogy... Hát már napközben majd... is felhívod, hogy pufog. Nem, inkább ő szokott felhívni napközben, akkor lekavarom, mert éppen nincsen... Lekavarom. hogy nincs annyira úgy időm, tehát én nekem tényleg annyira be vagyok táblázva, hogy imádom, amikor mondja valaki, hogy oké, hát akkor ebédnél összefutunk. Mondom, minél? Szóval, hogy én egy elég, ez a száraz tápokon élek, és a kocsiban eszem nagyjából, miközben telefonon beszélek, igen. Nézd, hogyha interjút lehet készíteni kocsiba, akkor enni is lehet. Mert igaz, hogy úgy néz ki, mint... Ezt te már csak tudod, haragudj. Ja, igaz, hogy úgy néz ki, mint egy kis malacol az autóm ebből kifolyólag. Én nekem emiatt a műsor miatt tiszta az autóm. Amennyire, mert hogy nem, titeket megtisztellek azzal, hogy kipucolom mindig. Na szóval, hogy lekevered, ott tartottunk, és hogy akkor igen, mikor pufogsz neki. Igen, és akkor hazamegyek, és jelzem, hogy kérek az estéjéből időpontot. Ez nálunk azért fontos, mert hogy ugye eléggé szereti a meccseket nézni, és most két napja dráma van. Ez most szó szerint, hogy nincs meccs, úgyhogy most kénytelen volt sportágat váltani, és nem focit nézni. De hát ennek az másik része az egyébként, ez volt anno egy ilyen kisebb konfliktus köztünk, amikor mondjuk én szerettem volna valami jó filmet lerogyni és megnézni, és akkor jöttem haza, és így pont be lehet látni az ajtónktól, és a következőt látom, hogy már megint zöld a tévé. És pontosan egyébként annyira én azt szeretem, hogy egyrészt kliensektől rengeteget tanulok az emberi működésről, másik, bár ezt természetesen letagadom, hogy saját magam révén. És ez például pont egy ilyen volt, és erre egyre jobban belehergeltem magam, ugye, hogy megyek haza, fogadjunk, hogy zöld a tévé, és zöld volt, és fogadjunk, és hogy zöld, mert 20 éve zöld, szóval, tehát, hogy nem szabad erre irányítanom a figyelmemet, és utána ezen gondolkodtam, hogy jó, tehát ne hergeld magad túl, pszichológus, old meg, ugye, és hogy így eszembe jutott az, hogy mennyire jó, hogy nálunk ez egy átkeretezés, ez egy stabilitás, tehát hazamegyek, biztos zöld a tévé, nem azon kerem meg, nem, hogy hol van, nem érem el telefonon, hány lányt kell kiszedni a szekrényből, vagy úgy egyáltalán, tehát hogy nem ilyen, hanem van egy állandóság, kiszámíthatóság, és tudom, hogy amikor egyszer így ilyen délelőtt éppen a tegnap esti meccset beszélte meg, és ilyen nagyon pipa voltam, hogy nem igaz, Tomi, de most tényleg te, nem elég, hogy este nem tudom meddig ezt, meg most is, és édes volt, így rám nézett, ilyen ártatlanul, de én ezt úgy szeretem. Mm. És rájöttem, hogy milyen egy boszorkány vagyok. Úgyhogy igen, tehát ezért mondom visszakanyarodva, hazamegyek, és akkor így előjelentkezek, megmondja, hogy még hány perc van a meccsből, a gól összefoglalóból, és akkor leülünk és beszélgetünk. És akkor ő leföldel?
Tehát amikor odamész, igen, és villám lesz. Igen, általában. Ez na, isteni érzékkel teszi. Aha. Tehát vagy az, hogy valahogy érzi azt, hogy mikor kell igazat adni nekem, és mikor kell egy kicsit így a másik álláspontot is, ami, hogyha én is be vagyok ragadva a saját nézőpontomban, segít. Mert hogy ugye a pszichológus is ember, senki nem tud a saját fejébe turkálni. Tehát nyilván van egy nagyobb önreflexiónk, mint mondjuk a civil lakosságnak, de ez nem jelenti azt, hogy mindent tökéletesen jól tudok kezelni és megoldani. Persze, hogy nem. Hát miért jelenteni azt? Tehát az azt jelenti, hogy nem lennél ember, de az egy, nem lenne egy jó pszichológus szerintem, aki nem ember. Az viszont felmerül, hogy véget tud-e érni a pszichológus Hevesi Krisztina, uh-huh, valahol. Tudod-e azt mondani, hogy leteszem, kint hagyom, nem tudom, vagy... Tehát, hogy tud belőled kicsorogni például, hogyha valami nagyon nehézbe vagy, amikor valakin keresztül valami... terhet viszel. Igen, erre én nagyon sokat köszönhetek ilyen értelemben, azt gondolom az én oktatóimnak, az én tanáraimnak, akik nagy része ma már kollega, és így például azt, hogy ilyen mondatokkal felkészítettek, vagy mondjuk, ha nem akarsz válóperre költeni, akkor költs szupervízióra. Tehát azt, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, azt, hogy ne vigyük haza, azt, hogy nyilván a lelkem a legfőbb munkaeszközöm, hogy le tudjam tenni a küszöb előtt, és egyszer volt egy ilyen, azt, hogy vannak ilyen emlékezetes, ilyen nagyobb pillanatok, amikor tényleg egy olyan húzósabb sorozatom volt, tehát most direkt nem akarom itt a kedélyeket borzolgatni, vagy mennyire mondjam ki? Borzolgathatók a kedélyek ebben a műsorban, amennyi, bármit ki lehet mondani. Jó, akkor épp volt egy olyan kliensem, akit csecsemőkora óta zaklatott a saját édesapja. Volt egy olyan, aki korpofil, tehát ez a... Jézusom! Igen. Mondjuk el, hogy ez micsoda. Igen, ez hát ugye az ürülék a játékai. Most itt azért fontos, ugye azt mondtad, hogy Jézusom, itt nagyon fontos, igen, azt, hogyan állunk hozzá. Ez egy jellemző reakció erre. Én most itt demonstráltam azt a reakciót, amit emberek többsége szokott ilyenkor mondani. És ilyenkor én mindig azt mondom, hogy nem bűnös vagy, hanem áldozat. Tehát az ember nem úgy születik, hanem mindig jól beazonosítható okok vannak. És ez is nagyon sokat segít egyébként, hogy itt nekünk vissza kell pörgetni, hogy tudjuk azt, hogy nagyjából valami mögött mi lehet, és akkor azt a pár ilyen nyomógombot keressük, igen, meg. Tehát ő volt a második kliensem, a harmadik pedig egy olyan személy, aki így az amputált végtagok, tehát a csonkok iránt érdeklődött. És ez úgy azért úgy egy napra vitathatatlan, úgy azért nem volt kevés, és erre én is azt mondtam, hogy független attól, hogy jól esett ezzel a montást a helyére tenni, és mert szeretem az embereket, szeretem megérteni, amikor ott vagyok, akkor úgy fogadom el, ahogy van, de azért nekem is lelkileg egy kicsit úgy megterhelő volt, amikor úgy jöttem ki, hogy hinye, na ezt most így megkaptam egy napra, és így megyek haza, és a Tomi csillogó szemekkel rám néz, mesélj, mi volt? És így mondtam, hogy figyelj, mondom, hogy ezt most gyorsan fejezd be, mert kiszúrok veled, és elmesélem, de ez csak egy vicc volt persze, de hogy igen, nyilván vannak ilyen napjaink. A mindennapokban is vannak problémák, kérdés, hogy eljutnak-e, kik jutnak-e el, és mikor hozzád? Ugye általában a pszichológiára azt szoktuk mondani, hogyha van a személyen egy akkora szenvedésnyomás, ami már jellemzően megakadályozza a mindennapi boldogulásában, boldogságát. Nyilván ez érinti a munkát, a magánéletet, a kikapcsolódást, akár olyan általános dolgokat, mint az alvást és egyebeket. Tehát ez általában a pszichológiára igaz. Szexuálpszichológiában, hát én ezt szoktam úgy összefoglalni, hogy igen, hozzám nem dicsekedni jönnek az emberek, tehát nem azért, hogy elmeséljék, hogy milyen csodálatos szexuális életük van, és itt én nem szeretem ezeket a nagyon ilyen dihotón, fekete-fehér dolgokat, de mégis egy ilyen tendenciát megfigyeltem, hogy a férfiak tipikusan akkor, ha szerelmesek.
Mert akkor érzik azt a fajta nyomást, hogy adni szeretnének a másiknak. Ahol már probléma esetén például, hogy már kevés az, hogyha mondjuk a felnőtt filmek, vagy akár a szexshopoknak a kínálata, azt, hogy mondjuk, sőt, ez egy olyan szép emberi dolog, hogy sokszor azért, mert pont azért, mert szerelmesek, ezért szoronganak, és ezért jelentkeznek problémák. Tehát, hogy ez a másik oldalról pedig a lányok esetében, ugye szeretjük halogatni. A nőknél annyira igaz, hogy nem a saját öröme az elsődleges, jellemzően, hanem a másiknak, hogy megfeleljen a párkapcsolat, az érzelmek. És a lányok tipikusan akkor, ha már szakítottak velük. Mert addig úgy vannak vele, hogy na majd holnap megoldjuk. Az, hogy nincsen mondjuk orgazmusom, nem baj, nekem nem hiányzik. Igen, de ettől a férfiben is az jelenik meg most itt heteroszexuális viszonyban, hogy hát akkor nem vagyok elég neked, hogy nem tudok neked adni, nem vagyok jó szerető, nem tudlak boldoggá tenni. Ugye annyira más a szexuális működésünk, és egy férfi számára annyira elképzelhetetlen egy együttlés, vidám befejezés nélkül, míg a nőknél ugye hát egyébként a statisztikák szerint átlag 3-ból 1 alkalommal, tényleg valahogy nem vagyunk benne a helyzetben, de ez nem jelent úgy igazán akkor a fennakadást. Nem, mert a vidám befejezés nem ugyanazt jelenti a nőnek és a férfinek. Abszolút, abszolút, és itt igaz az az egyeszakás kalandokra, hogy még egy férfi sok esetben teljesen tudja, hogy ez most egy egyeszakás kaland lesz. Nőknél azért sokszor ott van az a kis apró kérdőjel, hogy lehet, hogy lesz folytatása. Tehát valahol ott inkább az az, ami egyfajta jó érzés, és tehát még a fizikai kielégülés lehet, hogy a lánynál megvan, de valami, az érzelmi kielégülés, ha nem következik be, akkor valami nyitva marad. Valami úgy érzi, hogyha nincs meg utána az ölelés, a puszi, tehát az a fajta érzelmi lezárás, nyilván ez pszichofiziológiánkból is adódik, hogy még a férfiaknál ugye jellemzően ugye a szexuális izgalom kialakulása. Azért szoktuk azt mondani, reflexerekció. Most bocsánat, lerövidítve ez a látál kategória. Okay. Tehát a lányoknál pedig ezt el tudom paragigantocelluláris szinten is magyarázni, de azt hiszem, hogy ez most nem szükséges. Tehát, hogy paragigantocelluláris? Igen, ez így van. Ez jelent paragigantocelluláris, az igen, sejt? Igen, ez egy olyan mag az agyban, ahol igen. Átkapcsol, tehát a beérkező szenzoros és ingereknek, ami aztán a gerincvelői reflex irányába lefuttatja a válaszreakció. Jó, válaszreakció. Hát, igen, ez csak jó, azért okay. Mondtam, hogy a bocsánat, a leegyszerűsítésre. Nyugodtan, egyszerűsíts ezt is, de bonyolultan, ahogy jól esik, úgy mondhatsz, és mondtattad, de azt mondom, hogy neked azért nem kell mondani, hogy te bármit mondasz. Bármit is. Na, igen, egyébként ez is egy tanulási folyamat volt. Neked? Na, igen. Tehát először én is, amikor okay, hogy persze, tanítsunk szexuálpszichológiát az egyetemen, de, és milyen érdekes az élet, hogy a legnehezebben a maszturbáció szót mondtam ki. Tehát ez ilyen abszolút, és mit ad az élet, amikor tényleg azt talál meg, ami elől a legjobban menekülünk, hogy mi most a két fő legnagyobb kutatási területünk, találkoztunk David Rolanddel, egy amerikai professzorral, a női és férfi szexuális működésnek a vizsgálata, hogy mennyiben más ugye így a magányos erotika, és mennyire más, ugye, hogyha egy kapcsolatban, vagy egyáltalán, tehát egy másik ember viszonylatában vagyunk, és egyébként itt még akkor visszakanyarodva, ugye, a női működésre elnézést, igen. Helyenként, mint a polip, hogy úgy ezt sokszor meg is kapom kritikaként, és egyébként jó. Jó, én követlek, szólok, hogyha majd nem fognak követni az olvasók, na, a nézők. És az autók. És az autók, azok tudnak. Igen, tehát az, hogy még nők esetében ugye sokkal lassabb az izgalom kialakulása jellemzően, de természetesen minden és az ellentéte is igaz, és ugyanígy a lecsengés is sokkal lassabb, és ezért van. Tipikusan ugye erre szoktam azt mondani, hogy még ahogy a férfinél gyorsan kialakul, gyorsan lenyugszik, és a nőknél lassan, és ugyanígy lassan cseng le, és egy jó együttlét után a női lélek nagyon nyitott, nagyon vágyik a
beszélgetésre, a szeretetre, az érzelmekre. Közben ugye férfinél már ugyanolyan gyorsan lecsenget, és már falfele fordulva hortyog. Úgyhogy nyilván, tehát ennek vannak biológiai összetevői, és aztán persze egyébként most az egyik ilyen kutatási témánk, mondjuk a női korai orgazmus, az, hogy ugyanennek, ahogy mondtam, női hogy korai orgazmus. Így van. Ilyen is van. Ez is tud problémát. És tehát akkor nem is annyira ritka, mint amit az ember gondolja. Pontosan. Tehát körülbelül most nehéz azért is statisztikákat mondani, de ha már lezajlott a kutatásunk, már fogok. Igen. Úgyhogy majdnem, tehát egyes eredmények szerint majdnem 10%. Persze itt nyilván a minden egy másik emberrel való kapcsolatban jelenik meg, hogy mihez képest késői vagy korai, tehát ezért azért nehezen kijelenthető. Mi van ebben? Hol tart ez a kutatás most? Mit el lehet bármit mondani már? Hogy... Nyilván nekem az egyik nagyon fontos az úgynevezett rendelői empíriám, tehát igen, az, hogy többen találnak meg ezzel, tehát innen tudom, hogy ez egy valós probléma. Egyébként ugyanígy kezdtem el a női imitált orgazmust is kutatni, tehát azt, hogy miért van szükség rá, és hogy mármint azt, hogy megjátsszuk. És nyilván ez azt kell tudni először is, hogy mi a jó a nőknek, akkor tudjuk megérteni, és tudjuk elérni, hogy ne kelljen imitálni. Tehát ez az egyik része, és nyilván akkor éppen ebbe mentünk bele így itt tematikailag. Most pedig ugye itt ez a női korai, aminél én azt gondolom, hogy nyilván ez is több tényezős, és a pszichológiában nagyon igaz, hogy annyi minden szerepet játszik, és így például benne lehet akár a szorongás. Ugye a szorongás megemeli az általános izgalmi szintünket, tehát ezért van az, hogy szegény férfi például a korai ejakulációnál, ha szorong, hogy nehogy bekövetkezzen, még korábban bekövetkezik, mert hogy a központi idegrendszer izgalmára a szorongás még rájön, és így még hamarabb jön a befejezés. És a lányoknál is ott van a teljesítménykényszer, illetve nyilván ez genetika is. Genetika az, hogy különbözőek vagyunk, borzasztóan különbözőek vagyunk, és ezért is nehéz egyébként, és akkor erre még rájön a neveltetésünk, az, hogy mennyi negatív érzelem. Ez nekem most egy ilyen nagyon fontos témám vagy területem, hogyha belegondolunk, hogy azt mondjuk, hogy a világ egyik leggyönyörűbb dolga. Most, ha valaki nem is érzi ezeket a bujavágyakat, legalább akkor annyival hadd magyarázzam meg, hogy ott van a szerelem, és ott van ugye a gyermekáldás. Tehát, hogyha feltétlenül... megélésének a, így van. A szexualitás egy nagyon fontos területe. Így van, és az, hogy adni tudunk a másiknak. Tehát én most ezen puffogok, hogy valójában a mai serdülők nem rosszabbak, mint 10-100-2000 évvel ezelőtt, de nem kaptak ennyi rossz és téves információt, és annyira elviszi így a nemeket is, meg a szeretőket is egymástól, és hogy igen, hogy valójában most ez nyilván ez egy külön óriási topik most, hogy hogyan tudjuk tanítani, hogyan tudjuk kivédeni azt az irdatlan mennyiségű hamis és torz pornográf tartalmat. Én ezt akartam közbevetni, hogy ez a pornó miatt van-e? Nagy rész. Én azt gondolom, hogy a nagy része, tehát amit hozunk, az a neveltetésünk. Hogy valahol, mire felnővünk, mindenki kialakít magában egy bizonyos mértékű negatív viszonyulást. Is. Tehát értem ez alatt a szorongás, a szégyen, megszégyenítés, megszégyenültség, félelem, teljesítménykényszer, ne adj Isten, undor. Tehát, hogy saját testünk működésével kapcsolatban például? Nagyon sok bűntudat, igen. Aha. Nem is csak a működéssel, hanem hogy mennyire szabad, mennyire tilos. Aha. És most az egyik legújabb döbbenetem, hogy mennyire magas most is még azoknak a lányoknak az aránya, akik például együttlétnél összezárják, összeszorítják a lábukat, vagy párnát tesznek a fejükre. És így például most egy ilyen legújabb eset, ami nagyon-nagyon szöget ütött a fejembe, és most volt egy előadásom, pont ezt mondtam, hogy azt az előadást ennek a lánynak ajánlom ismeretlenül, hogy eljött hozzám az egyik férfi kliens, és mondta éppen, hogy más dologgal keresett meg, hogy ebben megcsalta a barátnőjét, de minek, tehát így indult a mondat, mert hogy képzeljem el, hát
ilyet, hogy hát ezzel a lányjal úgy végig úgy benne volt a dologban, és úgy küldte a jeleket, és akkor arra került a sor, és a lány így teljesen lefagyott, és így összeszorította a lábát, és nem lehetett, tehát így teljesen, mint aki ledermett. Hát szörnyű, hát mit gondol, hát hogy fog így magának, ki fog ebben küzdeni? És benne, mert komolyan szó szerint libabőrös voltam, és az jutott eszembe, hogy mit élhetett át ez a lány, hogy így reagál, hogy milyen szexuális traumákon ment át, hogy milyen megaláztatáson, hogy milyen fájdalmon, hogy milyen élményei lehettek. Tehát, hogy ez a szörnyű, hogy, és pontosan ezért haragszom a pornóra, hogy a férfiak nem akarnak rosszat, de hogy ha elhiszik, és egyre inkább serdülőként elhiszik, mert ez ömlik a nyakukba, hogy a lányok az agressziót, a szélsőséges dolgot, ezt a fajta ilyen ütvefúrós technikát, stb. Szeretik, és a lányok így veszítik el a szüzességüket, akkor hova jutunk? Az egyik könyvedben talán, vagy az egyik eszédben talán épp a Kapitány Fővegy Máté által Igen. szerkesztett Holnap című HVG könyvek kiadásában kiadott eszében, vagy eszégyűjteményben te is írsz egy fejezetet, és talán abban írod, hogy mindent a szexel adnak el, tehát minden a szexről szól, kivéve a szexet, mert a szex az minden másról szól, főleg a hatalomról. Igen. Na és igen, tehát pontosan ez, hogy ez az egyik része, hogy mi az, amit hozunk. Ami nyilván, tehát ilyen ingereknek való kitettség és egyebek, és egyébként itt a pornóra nézve, hogy már 2008-ban már a átlag 11 évesen találták meg az első pornográf tartalmat. Hogy rengeteg olyan eset van, amikor az egyrészt, tehát ilyen 5-6-7-8 évesek mutatják egymásnak, és ennek nyomán például az óvodában, tehát 5 évesek, csoportosan gyakorolják a fiúk egymáson, mert tetszett nekik ez az erotikus tartalom. És azért a fiúk egymáson, mert a lányok nem voltak rávehető. A gátlásosabbak, igen. vagy nemet igen. mondtak, vagy azt mondták. Igen, a lányok nem voltak benne a játékban, de a fiúk nagyon izgalmasnak találták, uh-huh. és egyébként ez pedig tényleg igaz, hogy a lányokat általában, most így gyerekekről beszélek, inkább sokkolja a látvány, a fiúk egy izgalmas játéknak uh-huh. találják. Tehát egy tök érdekes, ugye, és erdülőkorban, ingerkereső, és itt van a baj, hogy egyre inkább az extrémitás számukra az izgalmas, ugye a serdülőkor egy nagyon impulzív időszak. Azt, hogy nagyon keresik az újdonságokat, azt, hogy még nem alakult ki az önkontroll. Tehát, hogyha ő neki ugye a tesztoszteron robbanás bázisán, ő most szexre vágyik, akkor rögtön nyitja meg a telefonját, vagy az aktuális kütyűjét, és emiatt egyre jobban összetanulja, tehát asszociálódik, tehát összekapcsolódik a pornográf tartalom, az válik elvárt, egyre inkább természetesként tekint rá, és ugyanakkor hát a serdülőkori agy olyan, mint a szivacs olyan értelemben, hogy annyira tanulékony, szinapszisok kialakulásának ideje az agyban, és dopaminrendszer, a függőségek kialakulása, ha valamire akkor rászokik, lásd dohányzás, később már felnőttként már kisebb a valószínűsége, az összes parafília, más néven perverzió serdülőkorban rögzül, a filmekben egyre több az ilyen parafiltartalom, tehát fel tudnám ugyanis úgy sorolni, tehát akár, ahogy itt az említett, korpofília, urofília, két testvérrel az ágyban vérfertőzés, tehát az anyával és lányával az ágyban, mint legkeresettebb tartalmak, aha. tehát, hogy ez, és ami pedig, amin én igazán kivagyom, hogy ha már a testvéreket említve, sokszor testvérek egymáson kipróbálják. Uh-huh. Tehát mit tudom én, átlag ilyen 5-8 éves kislány, 11 év körüli bátyja, unoka testvére benne van a játékban. És amikor arra, főleg a kislány, amikor rájön, hogy őt hogy használták, hogy kihasználták, tehát ez egy olyan súlyos teher, amit cipelnek. És összezárja a lábát. És összezárja a lábát, igen. Adja magát a kérdés, hogy szexedukáció, szexedukáció, szexedukáció. Igen. Amit jelentősen limitáltak. Tehát, igen. hogy ugye nem mehetnek be például az iskolákba, az intézményekbe olyan civilek, igen. akik értenek ehhez. Igen. Akik korosztályosan meg tudják szólítani a gyerekeket. Igen. Ehhez te mit szólsz?
Ez egy szörnyű dolog, mert amikor sokszor megkérdezték tőlem, hogy hogyan lehet a szexuális zavarokat megelőzni, és én mindig azt mondtam, hogy felvilágosítással. És egyébként, most ezt nem reklámként, de pont ezért írtam a TikTok titkok című könyvet, ami serdülőknek van. Igen, olvastam. Hogy tényleg? Igen. Tele van emojival, nyomtatott emojival. Igen, mert milyen nehéz, hogy a mai fiatalok állítólag, hogy Záher Gábortól tudom, hogy ilyen 500 karaktert olvasnak maximum. Igen. Úgyhogy igen, úgy is van. Azt éreztem is benne, hogy olyan úgy van tagolva, hogy akár egyszerre, hogyha csak, nem tudom, egy percem van, vagy addig még a figyelmem egy helyen maradni. De... Igen, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy kicsi és buta vagyok ahhoz, hogy én itt a politikához hozzászóljak. Én szakmailag érdekel, hogy... Szükség lenne rá, nagyon szükség lenne rá, tehát, és akkor még egy dolgot hadd mondjak, én ezért örülök borzasztóan, nekem mindig kell valami, ami éltet. Valami, amit így húz előre, és most éppen az egyik, az Budavári Fülöppel, ugye az Együtt a bántalmazás ellen. És ez azért van... Egy modellfiú, ugye? Így van, és annyira szeretem, hogy ő egy bántalmazott fiú, tehát ő egy túlsúlyos fiú volt, és ezért egy igazi példakép, és azt gondolom, hogy ebben a keretben azért egy kicsit tudunk arról is szólni, hogy nem azt mondom, hogy egy globális, teljes felvilágosítást, de arról szólni, hogy mitől nem bántalmazó a szex. Uh-huh. Tehát, hogyha kisebb szeletét is annak, mint amit én szeretnék, de hogy azt gondolom, uh-huh. hogy kimondható. Ti csináltatok egy alapítványt. Igen. Ugye ez izgalmas, hogy, és nagyon fontos is, és nagyon érdekes párhuzam. Ugye ti egy valamelyik celeb műsorban találkoztatok, nem a Fülöppel? Igen. A farmon. Együtt lapátoltuk a tehén. Na, a tehén egy lapátolásra közben megszületett. Hogy ez azért izgalmas, ez az idézőles egymásra találás, mert én úgy tudom, hogy neked is voltak olyan gyerekkori élményeid, hogy a testalkatod miatt, mert te is duci gyerek voltál, és hogy téged is bántottak emiatt. Ráadásul te balettoztál. Így van. Akkor itt volt egy ilyen sorsközösség. Ez de érdekes, hogy mondod, nézd meg, itt vagyok a nagy okos kodó, és nem kötöm össze magamra vonatkozóan a tök egyszerű profán dolgokat. Ezt nyilván... Én hiszem, hogy emiatt kezdtetek el erről beszélni. Ez annyira egymás mellé rakva a két történetet, ez annyira egy... Fától az erdő. Igen, ez milyen érdekes. Hogy igen, tehát nyilván, hogy ezért még jobban, valószínűleg ez volt az a húr, ami még jobban megérintett, hogy tényleg azt gondolom, hogy ha valaki túlsúlyos volt, legbelül mindig is egy pszichésen túlsúlyos felnőtt marad, ugyanúgy a maga kis beépített félelmeivel, szorongásaival, az elhízástól és egyebek. És igen, és mind a mai napig ez ilyen. Egyébként még előadáson is el szoktam mondani, ez így az egyik ilyen fontos mondatom, úgymond, hogy nekünk embereknek, hogy mennyi ilyen lelki lilafoltot, és mindjárt mondom, miért hozunk magunkkal, hogy például, ez is egyébként egy Tomival közös élményem volt, hogy volt egy bazi nagy lilafolt a kezemen, azóta mesélem el előadáson, hogy volt egy nagy lilafolt a karomon, és a Tomi így megsimogatott, vagy valami pozitívat akart velem, és én erre felültöttem csendesen, amire Tomi, mi van, hozzá se lehet érni, de hogy olyan értetlenül. És pont ez jutott eszembe erről, hogy nyilván takarta a ruha, és valahol mi emberek tele vagyunk ilyen lilafoltokkal, csak a psziché oldaláról. Láthatatlan lilafoltok. Igen, és azt, hogyha ezt megnyomjuk, akkor egy szélsőséges reakciót hozunk. És valójában ugye, hát Sigmund Freud mondta, hogy egy szélsőséges reakció mindig gyanús, de olyan értelemben is, hogy ott valami sérülés, valami fájdalom van. És hogy valójában milyen nehéz az emberi kommunikáció. Hogy ugye én mondjuk azt mondom, hogy alma,
És hogy teljesen más, már is más alma képződik le neked. Egy zöld, egy piros, egy rétes alma, egy akármilyen, és más nekem. Ugye, tehát már máshogy néz ki az almánk, és még csak egy szót mondtam. Tehát ez az egyik része. És akkor nem tudjuk, hogy milyen élmény tépődik fel bennem. Tehát például, hogy eszembe jut, hogy kellemes érzés, hogy a nagyi csinált nekem mindig a rétesből mondjuk süteményt, vagy pedig az, hogy ő sincs már velünk, de hogy nekem például nem gondolnák, hogy nekem az almáról mindig valami, tehát hogy én nem, nagyon nem szeretem az almát, és majd, hogy nem, még mindig egy ilyen rossz érzés kerít hatalmába, mert hogy ugye kövér kislány voltam, és pontosan, hogy balett után mindig... Kuplás. Alma. És azt hagyján, de hogy ugye vége lett a balettnak, éhesek voltunk, hát a vasszöget is meg tudtuk volna rágni egész napos ugra-bugra után, és jöttek a szülők, nagyik mindenkiért, hogy mindenkiért boldogan, hogy jaj, kislányom, mit szeretnél? Rántott húsi krumplival, jó lesz, tejbe, jó lesz, én meg alma. És ráadásul akkor még nem olyan almák voltak, mint most, ugye, hogy mit tudom én, ekkora nagy ilyen-olyan importalma, hanem pláne télen leszették azt valamikor éretlenül, úgy kínjába, olyan jó kis bemeszesedve, így nagyjából megérett, savanyú volt, marta a kis belemet, stb. És hogy igen, és egyébként pedig pontosan ez a diszkrimináció, hogy emlékszem, amikor én nem voltam egy csuklós valaki, és tehát én nem csuklottam soha. Ja, aha. És igen, és a... Igen, és a... Mindig, hogyha... Vagy nem csuklottál. Nem csuklottam. De konkrétan nem voltál csuklós. Igen. Jó, azt hittem, igen. Hogy valami már... Igen. Igen, de olyan érdekes elfogtam. Volt, hogy kimondtam a szót, már rájöttem, hogy ez még talán életemben nem hallottam. Én sem hallottam még ezt a szót, de értem. Igen. És a baletten, hogyha valaki csuklott, akkor kapott egy kockacukrot. Hogy miért pont kockacukrot, azóta se jöttem erre rá. És én soha. És egyszer végre. És nagy boldogan jelentkeztem, hogy csuklom. Válasz rá, menj ki, igyál egy kis vizet. És igen, és ez a testalkatod miatt volt? Persze. Nagyobb voltál, mint a többiek? Így van. Vaskosabb voltam nyilván, tehát és itt igaz tényleg, hogy mindannyiunknak az élete így kiterítve a pszichológiáról szól, hogy nálunk akkor anyu-apu éppen rosszba volt, ugye a hármas az mindig egy rossz szám ilyen szempontból, tehát hogy a gyereknek most kifele van lojalitás konfliktusa vagy toleranciája, és én hát lányként ugye nekem anyu pártján kellett állnom, mert hát azért a férfi az mégis milyen csúnya dolgokat tud csinálni, kiborítja a szegény nőt, és hát ugye közben meg imádtam és rajongtam a apukámért, és az egyetlen legális kommunikáció az az volt, hogy kérek csokit, ugye? Tehát nem az, hogy jaj, apu, én téged is szeretlek, aha, mert az valahol azért egy olyan kis, az én pszichém, gyermeki pszichém szintjén egy árulás volt, de torkos az lehetek. És állandóan mentem, apu meg egy kicsit etetésmániás volt, és állandóan mentem apuhoz, apu meg imádott adni csokit, tehát végre a kislánya hozzáfordul, úgyhogy én ezért voltam túlsúlyos, és tapasztaltam meg így én is ilyen értelemben, pláne baletten ugye a gyerekeknek, meg közben meg, most bocsánat, különben kidobtak volna, tehát nagyon hajlékony voltam, nagyon rugalmas voltam, anyu magyar bajnok tornász volt, tehát hogy tehetséges voltam, csak dagadt. Úgyhogy... Hát, nem tudom, hogy dagadt-e, de mondjuk a baletthoz erős testalkatú. Gyomros most csaj voltam, gyomros. Szóval, de hogy azért... Volt bennem anyag. Szereted te azt a gyomros kis csajt? Szerintem most már jóba vagyunk, tehát egy kicsit úgy tekintem. Mert egy időben nem szerettem. Persze. Tehát... Szabadulni, azt tudom, hogy volt le dolgod. Hát olyan értelemben, most ezt most én se értem egészen. Úgy értem, hogy én úgy tudom, hogy ebből az egész helyzetből lett egy ilyen anorexia. Igen, már értem. Igen. Azért tettem félre, mert hogy valahol még mindig bennem van az a gyomros kislány is. Hát, igen, persze. Igen, tehát akkor én voltam anorexiás, és azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok most, hogy mondjam, hogy előrébb vittek abban,
és most nem akarom így megszépíteni, a poszttraumás növekedésnek van egy ilyen mondata, hogy azért ne akarjunk egy ilyen rózsaszín szemveget magunkra tenni, hogy azért bizonyos nagy drámákat itt szépként beállítani, mennyit tanultunk belőle. Tehát nyilván van az a trauma mennyiség, amire azt mondom, hogy tanulási tapasztalat, utólag, amikor benne vagyok, akkor nem vágyom. És van az, amire nincs bennem, teszem azt, megbocsátás. Én nálam mondjuk ilyet nem érzek, de hogy azt is meg tudom érteni. De az is oké, okay, nem? Is hogyha okay. Az ember pár dolgot így nem van. Tud. Így van. Elfelejteni, elengedni, megbocsátani, igen. Nem igen. Tudom. Igen. Azt meséld még el nekem, hogy ha ez elmesélhető, hogy te mikor és hol hallottál először arról, hogy van olyan, hogy szex, hogy az ember egy szexuális lény. Tehát, hogy az a bizonyos felvilágosítás, mert a gyerekkorunkban ez még nagyobb tabu volt, és még nagyobb hallgatás, legalábbis a legtöbb családban. Az én családomban mindenképpen. Tehát, hogy én, amíg gondolkozol, én elmondom neked, hogy én például a magyar népmesék egyik epizódjából, amikor a bíró okos lánya hozzon is ajándékot, igen, nem igen. is takarja is el magát, meg nem is, és akkor jött fél, meg jöjjön gyalog is, meg nem is, és jött fél lábon, hozott egy kecskén, vagy nem tudom milyen állatom volt a másik lába, hozott egy elrepülő galambot, és letakarta a mellét, és milyen lógott ki? A csúnyája, ugye így hívták a punciát, hogy a csúnyája. Már ez is milyen érdekes, hogy a női nem egy szervet csúnyázuk. Na, szóval ez volt az első számomra gyerekként, hogy azt a mindenit, hogy ebben van valami erotikus. Igen. Ez nekem egy kosztümös film, ahol a katonák tehát leigázták az ellenséges népet, és az asszonyaikat magukévá tették. Aha. Tehát egy szexuális erőszak jelenet azt volt. Mondani, ez volt ami, az első? Igen, igen. És egyébként pedig ezért nagyon hálás vagyok, hogy nekem ez nem csípődött be, hát mert azt hozzáteszem, hogy így tudom megérteni azt, hogy sok esetben lányoknál miért van az mondjuk egy ilyen fantázia, hogy tényleg mondjuk, ez az ilyen erőszak fantázia, ami fontos, hogy azt azért nem egy vadidegentől szeretnék. Tehát ez a szerepjátékok egyik változata. Mm-hmm. Tehát, hogy nekem például ez volt, és hát tipikusan, amikor a szülők kétségbe esetten ez a ne nézz oda, ne nézz oda, innen tudtam, hogy ez nagyon izgalmas dolog, és erre nagyon oda kell. Oda akarunk nézni valahogy. Úgyhogy ez is ilyen értelemben a saját tapasztalat. A pszichológiának itt a különböző szeleteit véve, én nagyon örülök neki, hogy szexuálpszichológus vagyok, tehát én ezt többször el is szoktam mondani, hogy ha nem lennék az, akkor azt szeretnék lenni, és örülök neki, ha ebben valamennyit tudok segíteni. Ha más téren, akkor nyilván, tehát a pszichológia ennél sokkal nagyobb szelet, akkor annak is örülök is. És hogy jó dolog az, ugye, ahogy mondtad, hogy kollégákat kérdeztél, nekem nagyon jó kis társaságom van az egyetemen, és nyilván, amikor sok rosszat kap az ember természetes, sok döbbenetet, tehát akár a különböző oldalaimon olyan vulgáris hozzászólásokat, egymást bántják, engem is bántanak, mindenkit bántanak. Ezt a téma hozza az emberekből? Vagy van bennük egy alap? Igen. Aha. Tehát többször kell szólnom, hogy összekeverték az oldalt. Ez egy edukációs, nem egy pornó oldal. Aha. Tehát valószínűleg ezért. És hogy nekem azért az egyetem, az egy olyan biztos sziget. Az ember megítélését tudósként, tudománnyal foglalkozó emberként, néha a média nem segíti elő, a szereplések nem segíti elő, ráadásul te ezt magas szinten, nagyon sok helyen ott vagy, akár celeb műsorokban is megjelensz, és ez azért felvetődik, bennem is felvetődött, hogy nem nyomja ez rá bélyegét a tudományos munkádra, a megítélésedre. Nem, ezek szerint a te környezetedben nem ez van. Nem, tényleg. Tehát a pszichológia egy elfogadó tudomány, és engem elfogadnak. És én ezért borzasztó hálás vagyok az egyetememnek. Nem fogad el mindenki, tehát ez természetes. Tehát néha a hallgatók se, de nem baj. Tehát nyilván, tehát nem szerethet mindenki, és ez így van rendben. Én nagyon élveztem ezeket a műsorokat, rengeteget tanultam ebből is. Én nekem ez, amit mondtam, hogy a pszichológus is ember. Tehát én ezt is kapcsolatom
kaptam a pszichológiától, hogy mondjuk ilyeneket kipróbálhatok, hogy kalandozhatok, hogy megélhetek ilyen dolgokat, és én ezeket nagyon szeretem. Nem mindig jól jöttem ki dolgokból, néha vállaltam hülyeségeket is, ez is benne van, de hát most mondjam azt, hogy egy életünk van, úgyhogy hát kipróbáltam, magam kárán is tanultam, de nem bántam meg, azt hiszem, egyiket sem. Egyiket sem, azt sem, amit ma már nem vállalnád. Hát ez most így nehéz. Most már vagyok tőle olyan messze, hogy nevetek rajta. Amikor ismétlik, akkor azért egy picit kárunkodok. És minden évben legalább kétszer. Annak de melyik az, ami mondjuk fel? Nem mondom meg. Mert azért az feltűnt, hogy például a Tomi a férjed sokkal kevesebbet szerepel ilyen helyeken. Igen. Egy ilyen műsorban. És az is feltűnt, hogy ti ketten együtt nem mentek, nem tudom, nagy duettben, nem mentek nyerőpárosba, stb. Pedig adná magát, hogy milyen izgi lenne egy hevesi házaspár egy nyerőpárosban. De gondolom, hogy jött felkérés is. Persze, mindig. Együtt. Igen, erre most hadd mondjak egy olyat, hogy most nem is ilyet, hanem a nagy duettet. Aha. Például oda hívtak minket együtt, és én azt mondtam, hogy most jó, persze, egy kicsit ilyen szkeptikusan, hogy én bárki énekes produkcióját hajlandó vagyok tönkretenni az én énekhangommal, kivéve pont a saját férjemét. Tehát nyilván most attól függ, hogy milyen jellegű lenne ez a műsor. Azt, hogy én sok hülyeséget megcsináltam, ez az én döntésem, én felelősségem. A Tomi az én nálam visszafogottabb. Tehát úgyhogy talán azt hiszem, hogy ezért. Tehát akkor a hosszú házasság titka. Fel kell nézni a másikra. Igen, az nagyon fontos. Ő abszolút olyan szinten rajongással beszél róla, vele is beszéltünk, tehát ilyen nagyon, nagyon édes volt. Aztán azt szoktad mondani máskor is, hogy nyilván kell valamiféle értékközösség, igen, de közben kell valami, ami kellenek dolgok, amikben meg mások az ember. Így van, nem? Így tehát, van. Azért, meg legyen az a kis izgalom. Igen, meg különben meg, ha meg túlságosan ugyanaz, és együtt egyetértés van, az sem, és szupervízió. Igen. Kölcsön szupervízióra. Igen, és az, hogy tényleg nagyon szeretjük egymást, tényleg támogatjuk egymást. Hát azt hiszem, hogy a legnagyobb dolog, szerintem minden férfi rémálma, hogy anyu, most, hogy aput elvesztettük, velünk él. És amikor De ez már évek, pár éve van már, igen, nem? Igen, hát a Covid óta. Aha. És hogy tehát olyan türelme van anyuhoz, amihez nekem pszichológusként nincs, hogy annyi humor van benne, hogy annyit nevetünk, hogy úgy szeretik egymást, úgyhogy, és azt hiszem, hogy ez az talán az egyik ilyen legnagyobb ajándék nekem, amit, hogy nem is tudom, hogy különben, hogy tudnánk anyuval most így tehát nem hagynám egyedül, mert egykeként nem oszlik meg 8 testvér között a felelősség. Na, és, hát igen. Ja, csak annyi, hogy és ez nagyon mutatja a Tominak tényleg azt, hogy mennyire jó ember. Mm. És hogy az ő értékrendjét és az emberségét. Még sokáig akkor így együtt. Jó, nektek. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönöm. Egy ha rettenetesen mélyen vagyok, akkor hallgatom a zenét, nyomkodom az agyagot, és az Istennel vagyok. Nem mondtam ezt még el, és nem is kell elmondani, de az első szerelmem nem akarattal, de tönkretette az életemet.